Sziasztok, megint Peugeot. Hát leszakadt a fogó, és nyiklott, nyeklett. Már levettem a bilincset. Itt hátul van elszakadva, szétszakadva. Most ezt fogjuk levenni. Na, egy kis szart előszedtünk. Kellett flex. Kalapács, tízes kulcs, minden csiszoló dolgok, fúrógép. Ezt a lemezt is le kellett venni, egyik csavarja bele volt rohadva, azt le kellett flexelni. Itt fogott van, el van tőled a nyakba. És patent kiszedő, levettem ezt is. Levettem a lökhárítót, mert itt volt a csavar bent, egy ilyen hegesztett csavar. Úgyhogy az most ki lett fúrva, hogy tartsa azt a lemezt majd. És kap egy csavart, azt viszlát, úgy lesz fölrakva. Ott is volt meg is rohadás, ott javítgatták. Hát úgy nézem, hogy ez még nem rohad, hát mindegy. Úgyhogy hát kipufogó le van kapva. Hát meg azért az alvázóban rohadás, rozsda. Úgyhogy azt is még le fogjuk mindjárt kezelni. Úgyhogy ennyi vacak kellett hozzá, hogy meg legyen csinálva. Ideig eljussunk, ugye ezzel le kellett vennem a lököst is, sajnos. Mindegy, azt majd el fogom mondani, hogy kell oldani. Itt nyakba is van egy csavar, másik oldalon is van egy csavar, alul van itt két csavar, egy, ott egy lökösnek, meg itt van három darab. Három csavarhely. Itt, bocs. Úgyhogy ennyi a levétel a hátsó lökösnek, nem egy ördöngös, és meg a csatlakozót széthúzni. Úgyhogy most harcoljunk egy kicsit a rozsdával. Aztán elvileg mára megérkezik a kipufogó. Ha le van rozsdátlanítva az alváz, mint ahogy itt látható, akkor majd megnézzük, hogy oké, se minden, is felrakjuk a kipufogót, úgyhogy azért itt ott van egy kis 23 éves autón, úgyhogy ezt ugye elpusztítjuk most. Jó, felcsiszoljuk, aztán lekenjük ilyen rozsdát átalakítóval. De nem vészes, 23 évesen. Na, a hővédő lemezt ledrót korongoztuk, aztán adtunk neki korahantot. Elejét, alját, tetejét, alját. Úgyhogy majd kap festéket, aztán bél darabig bírja, már kezdett már rohadni, rozsdálni. Ha már visszarakunk valamit, akkor normálisan rakjuk vissza. Az alvász felüli részét azt megfújtam már feketére, a másik oldalt megfújjuk ezüstre mindjárt. Hőálló ezüstre azért használt valamit. És adunk neki egy hőálló ezüstöt. Azt jó van. Közelről fújjuk. Legyen rajta vastagság. Szarunk a megfolyásra. Csak annyi, hogy kinézzen valahogy, ha már új kipufogót rakunk föl alá. Valószínűleg el is fog fogyni. Nem tudom, milyen csapódik ki itt a izébe. Jó, ez így falura elmegy. Ezt le van festve, ez kész. Na, meg is száradt a lemez. Alul fekete, felül ezüst. Azt ennyi. Jó lesz az kipufogó alá hővédőnek. Elvileg az a szerepe, ez nem ilyen alumínium bacak, mint ami a Picasso-nál van. Ez vas, jobban rohad.
Na, amennyire lehetett, adtunk az alváznak egy kis rózskorongos flexel, meg rózskafével. Hát azért van rajta még rózsda, de inkább ilyen felületi. És most akkor jön a korahant. Korant, mindig korahantnak hívom, korant. Ez a rózsda átalakító, és utána majd még az alvázvédő majd. Nos, rácok, a rózsda átalakító szépen dolgozott. A flex rózskoronga még nem szállad ki teljesen. Ott is. Ezt az egészet megfújjuk alvázvédővel. Diófa van itt fölöttem, és hullanak le a diók, és mindig megijedek, amikor leesik egy dió, mert olyat csoppan ez a, koppan ez a szar vádoglemez, hogy zeng minden tőle. Úgyhogy ilyen lett majd. Meg van fújva az alvázvédő is. Mindjárt nézzük, is le van fújva. Ideig megcsináltuk, majd folytatjuk legközelebb. Most a kipufogó miatt meg lett csinálva. Aztán a többi részt is majd meg fogjuk csinálni. A tanktartó kicsit szét van rohadva, abból majd próbálok keresni egyet. Hát meg mit erre fele is meg kell csinálni. A kipufogó majd érkezik. Hát lehet, hogy a középdobot is érdemesebb lett volna lecserélni, de majd kiderül. Most egyelőre a hátsó dobot felrakjuk, ha megérkezett, aztán ennyi. Egyelőre, aztán majd folytatódik a mókolás a kocsival. Na srácok, fúrtunk itt ugye egy lukat, hogy ugye az a csavar, az a hát ilyen behegesztett csavar volt, már eléggé törő volt. Úgyhogy helyette az egy luk lett fúrva, és rendes csavarral lett megcsinálva. Bekerült alulra a védőlemez. Teljesen ment fel a lökös, aztán már csak a kipufogót várjuk. Ja, a hátsó lökös. Van egy ilyen játék rajta, hogy ugye van ez a tartó, és ez ilyen lifegős. Na most ez le van törve, na most ezt úgy tudjuk megoldani, hogy ráragasztottunk rá egy ragasztószallagot, ugye még így lifeg, és amikor fölraktuk, akkor meg fogom két komponensűvel ragasztani ezt a részt. Amikor már a helyén van, és akkor tudom, hogy hogy kell állnia pontosan, és akkor meg lesz ragasztva ez a rész is. Megjött a kipufogó a Kaufertől, mondjuk a felfogadási pontja ennek is olyan, mint a képen lévőnek, van egy kis horpis rajta. 35 ezer forint volt. Na, felkerült az új kipufi. Az új bilincs. Majd elveszem a matricát is róla. Ennyi. Nyomtunk rá egy kis pasztát is. Azt kész. Na, ennyit erről. Sziasztok!